Másrésztről pedig a második front, amin küzdenünk kell a bevándorlás ügyében, a második terep, az a kvótának a kérdésköre. Az európai kötelező betelepítési kvóta. Európa kötelezően Magyarország számára betelepítést akar előírni, úgy, hogy egyébként az a meggyőződésünk, hogy Magyarországon a magyar emberek támogatására, a magyar fiatalok támogatására, a magyar családok támogatására, és nem a betelepítés támogatására van szükség. Magyarországon meggyőződésünk szerint bevándorlókra és betelepítésre semmilyen szükség nincsen. Magyarországon a magyar családok támogatására van szükség, a magyar családok támogatására abban, demográfiai konferencia lévén talán ezt megengedik, hogy minél több gyereket tudjanak vállalni, és hogy tudjanak boldogulni ebben az országban. Ezzel együtt óriási a nyomás Magyarországra és más közép-európai tagországokra is, hogy fogadjuk el a kvótát. A kormány várja a parlamenttől, hogy december elejéig az országgyűlés döntést hozzon. Tehát kifejezetten fontosnak gondolom azt a parlamenti vitát, ami arról szól, hogy akarunk-e betelepítést, elfogadjuk-e, hogy Európa az európai alkotmánnyal ellentétes módon kötelező formában ránk kényszeríti ezt, és a magyar kormánynak milyen lépési lehetőségei vannak ezzel kapcsolatban. Ezt a magyar parlamentben meg kell vitatnia a parlamenti pártoknak, és a kormánynak meg kell próbálnia nemzeti összefogást létrehozni a kvótával szemben. Kifejezetten fontosnak tartjuk a választópolgárok véleményét, és kifejezetten üdvözli a kormány a Fidesz kezdeményezését, amely a kvóta elleni aláírásgyűjtésre vonatkozik. Azt reméljük, hogy minél több honfitársunk a következő napokban és hetekben az aláírásával, pártállástól és pártpolitikai meggyőződésétől függetlenül hitet tesz amellett, hogy Magyarországon nincs szükség befogadásra, Magyarországon nincs szükség bevándorlásra, Magyarországon nincs szükség kötelező betelepítésre, nincs szükség kvótára.